A vasútvonalakon futó üres szerelvények és rakott vonatok szigorú terv szerint teszik meg útjukat. A vonatokban futó teherkocsik a vasút termelőeszközei. Ezért gazdaságos felhasználásukra nagy súlyt kell helyezni. A cél minél kevesebb kocsival, minél több árut elszállítani, és ezért gondoskodni kell arról, hogy a megfelelő áruhoz megfelelő kocsit bocsássunk rendelkezésre, és a kocsikat az áru természetétől függően, valamint a tengelynyomásra figyelemmel a lehető legnagyobb mértékben terheljük meg. Ezen kívül a kocsi forduló idő lerövidítésére is törekedni kell. Nézzük meg, vajon a vasúti dolgozók úgy végzik-e mindig feladataikat, ahogyan azt a gazdaságosság megköveteli. Ezen az állomáson a kocsi intéző a létszámfelvevőknek éppen kiosztja a létszámfelvételi könyveket. Csak végezzék a munkát úgy, mint máskor, mondja Barna Pál létszámfelvevőnek, aki valamivel alaposabb eligazítást szeretett volna kapni munkájához. Barna Pál, lelkiismeretes ember, érti a dolgát. A hiányos eligazítás ellenére pontosan meggyőződik a kocsik leadási és feladási helyzetéről. A nyitva hagyott kocsi ajtókat behúzza, és az üres kocsikról eltávolítja a rajta hagyott régi állomási bárcákat. A létszámfelvételi könyvbe tisztán és pontosan végzi a bejegyzéseket. Nem így Fehér János, aki még a vágányok mellett sem megy végig, hanem csak messziről felületesen számlálja meg a kocsikat. Üres kocsit tévesen rakottnak vesz fel, mert a régi bárcát rajta hagyja a kocsin. A nyolcadik vágányon álló 6 üres kocsit pedig nem veszi létszámba és kihagyja a nyilvántartásból. A kocsi intéző ugyan észreveszi a hibát, mert előzőleg állomásbejárást tartott, de nem tulajdonít nagy fontosságot a felületes kocsi létszámfelvételnek. Legalább marad egy pár kocsi tartalékban, gondolja. Az állomásfőnök sem végez alapos ellenőrzést. Így 6 üres kocsi kimarad a rendelkezésre álló állományból. Csak 10 állomáson végezzenek ilyen felületes munkát, akkor már egy egész vonatra való nyitott kocsi hiányzik a szükségletek fedezésénél. Íme a következmény. Az igazgatóság kocsi intézőségében, ahol összesítik a jelentéseket, megállapítják, hogy a szénszállítás részére még sok kocsi hiányzik. A csoportvezető újabb létszámfelvételt rendel el. De hiába, a hiányzó kocsikat nem sikerül előteremteni. Így a szénosztályozó Csille rendszerének kocsi hiány miatt bizonytalan időre le kell állnia. Az ebből keletkező termelés kiesés elkerülhető lett volna, ha ezen és a többi állomásokon a létszámfelvevők hanyagságból nem hagynák figyelmen kívül az üres kocsikat, és a kocsi intézők, valamint az állomásvezetők ellenőrzése lelkiismeretesebb lenne. Ezen az állomáson a kocsi elosztási rendelkezés végrehajtását is felületesen végezték. A rendelkezés szerint szén részére buktatható nyitott kocsikból, mész részére pedig megfelelő fedett kocsikból kell vonatot összesorozni. A rendelkezésre álló kocsik között azonban olyan kocsik is vannak, melyek nem buktathatók, és olyan fedett kocsik, amelyek mész részére nem küldhetők el. Ez szóvá is teszi az egyik kocsi rendező, de a kocsimester a tolatási munka egyszerűsítése céljából a könnyebben hozzáférhető kocsikból állítatja össze a vonatot. Így az igényelt buktatható kocsik helyett buktatásra nem alkalmas kocsik kerülnek a szénosztályozó alá. A kocsimester tudatos mulasztásának káros következménye a kirakóállomáson jelentkezik, mivel a kocsikat csak kézi erővel lehet kirakni. Ennek érdekében más termelő üzemrészlektől munkásokat kell elvonni erre a célra. Ezek a kocsik még így is egynapos késéssel indulhatnak vissza a megrakóhelyre, míg a buktatható kocsik gyorsan kiürültek, és pár órán belül visszaindulhattak volna. A helytelen kocsi kiválasztás következtében a mész rakodása sem történhet megfelelő kocsikba. Ezt a hibát még fokozza, hogy a beépített rimfúzalapokat sem használják.
Nem csoda tehát, ha a beszorult ajtót a kirakóállomáson nem tudják kinyitni. Ezzel a módszerrel azonban csak kárt okoznak. Ez a kár legalább 1000 forintba kerül a vasútnak, és vihetik a kocsit a műhelybe, ahelyett, hogy a rendelkezésnek megfelelően ide ehhez a gabonaszállítmányhoz küldték volna a mész részére kiállított kocsikat. Akkor nem szidnák a fuvaroztatók ezen a helyen is a helytelenül intézkedő vasutasokat. Jegyezzük meg, hogy a kocsi elosztás fontos rendelkezés. Rossz végrehajtása fölösleges kocsimozgatást, kocsirongálódást, a szállításokban pedig lemaradást okoz. A vasút és a fuvaroztató együttműködése terén is akadnak súlyos mulasztások. Ezen az állomáson 15 tonna kender szállítmányhoz kéri előre megrendelt kocsijának kijelölését a feladó. A forgalmi szolgálattevő ahelyett, hogy kint a helyszínen adná át a megfelelő kocsit, kiküldi a fuvaroztató megbízottját azzal, hogy válasszanak maguknak egy kocsit. A rakodók ki is választják a legközelebb álló KZM kocsit, és a rakományhoz tolják. Nem sokat törődnek a vágány mentén elejezett figyelmeztető táblával, mely megtiltja a kocsik mozgatását vasúti alkalmazott jelenléte nélkül. Később megérkezik a másik fuvaroztató is, aki 20 tonna tégla szállítására rendelt kocsijának átadását kéri. A forgalmi szolgálattevő ebben az esetben is a szállító félre bízza a kocsi kiválasztását. De a fuvaroztató a megmaradt kocsit nem találja megfelelőnek, bosszankodva látja, hogy az ő 20 tonnás kocsiját éppen most rakják meg kenderrel. Ezen a helyzeten már az állomásfőnök sem tud segíteni. 5 tonna tégla visszamarad, mert a forgalmi szolgálattevő kényelmességből nem személyesen adta át a kocsikat a fuvaroztatóknak. A rakodásra kiállítandó kocsik műszaki állapotának alapos vizsgálata is súlyos károktól kímélheti meg a vasutat. Erre külön felhívta a kocsivizsgáló figyelmét az állomási kocsiintéző. Ennek a műszaki vizsgálatnak mindenre ki kell terjednie. Különösen nagy gondot kell fordítani a kocsik futóművére és a kocsi szekrény állapotára. A műszaki vizsgálat azonban semmit sem ér, ha a kocsi vizsgáló megállapításait a tolató személyzet nem veszi figyelembe. A tolatás vezető ebben az esetben nem válogatja ki a kocsikat az előírás szerint, hanem egyszerűen a jó fogásra álló kocsikat állítja be a dohánygyár részére az iparvágányra. A mulasztást tetézi az ipartelepi raktárnok, valamint a gyár átvevő alkalmazottja is, mert a kocsik rakodását vizsgálat nélkül kezdik meg. A dohányküldemény megérkezik a rendeltetési állomásra, ahol a raktárnok az átvevő jelenlétében megdöbbenve állapítja meg, hogy az értékes áru a kocsi tetején lévő résen át beázott. A kár legalább 8-10 ezer forint. Ilyen és hasonló okok miatt kifizetett kártérítési összegek évente több millió forinttal csökkentik a MÁV tiszta bevételét. Nagy hiba az is, ha az exportáru visszamarad, mert a népgazdaságot valutáris kár éri. De még nagyobb a kár, ha a vizsgálat megtartása nélkül rakodnak. Ezen az állomáson berakás előtt szabályszerűen megvizsgálják a kocsikat.
ilyen csekéségnek látszó hiba, mint a vámzárhorok hiánya, vagy a kocsi kitakarításának elmulasztása miatt több kocsi kerül visszautasításra a vám határállomásokon az átvevő vasutak részéről. Ugyanez a következménye annak is, ha lejárt fővizsgálatú kocsiba rakják az árut. A megrakásra alkalmatlan kocsik helyett megfelelő kocsikat kell kérni, ami jelentős késedelemmel jár. Milyen jól lehetne itt belföldi rakodáshoz használni a kocsi elosztás helytelen végrehajtása miatt az export gyümölcs részére felületesen kiállított kocsikat? Gondos munka esetén a mézüzemnél sem hiányoznának a kocsik. A magyar vasút vonalhálózatán nem csak a saját kocsikkal kell jól gazdálkodni, hanem más vasutak tulajdonát képező idegen cégjelű kocsikkal is. A MÁV vonalhálózatán a szállításokban résztvevő kocsiknak mintegy 10-12%-a idegen cégjelű kocsi. Ezekért a kocsikért mindaddig felelősséggel tartozik a MÁV a tulajdonos vasút felé, amíg a magyar vonalakon tartózkodnak. Ezért igen fontos a VÁM határállomásokon a kocsik alapos kereskedelmi és műszaki vizsgálatának megtartása. Figyelemmel kell lenni az átmeneti bárcák pontos kitöltésére, és ügyelni kell arra is, hogy a bárcákat a kocsikon a kijelölt helyre úgy ragasszák fel, hogy azok tartósan a kocsikon maradjanak. A leszámolások alapját a kocsi kimutatások képezik, ezért elkészítésüket gondosan kell végezni. Ügyelni kell arra is, hogy az idegen kocsik a lehető legrövidebb ideig tartózkodjanak az országban, mert a Magyar Vasút napi 54 forint kocsibért fizet valutában a tulajdonos vasútnak kocsinként. Ez a francia kocsi a szabálytalanul felragasztott átmeneti bárca szerint május 10-én érkezett Magyarországra. A kirakóállomásra pedig 12-én. Mégis előbb a magyar kocsik kirakását kezdték meg, és a francia kocsit állni hagyták. Már az üres magyar kocsikat el is távolították, de a francia kocsi kirakásához még hozzá sem fogtak. 14-én új rakott magyar kocsik érkeztek. Ezek kirakását a raktárnok megint fontosabbnak tartotta a külföldi kocsinál. Végül 15-én kirakták a francia kocsit is, de a kocsi visszaküldéséről megfeledkeztek. Csak az állomás főnök figyelmeztetésére küldik el a kocsit a 6. napon. Pedig ha a munkát helyesen szervezik meg, a kocsit már az érkezés napján visszaküldhették volna, és elkerülhették volna a 270 forint többlet kocsibér kifizetését is. Az idegen cégjelű kocsik kezelésénél fontos az odameneti út ismerete, vagyis annak az útnak, melyet a kocsi a tulajdonos vasút kilépő határállomásától a rendeltetési állomásig megtesz. Ez azért fontos, hogy a kocsit üresen is azon az úton küldjék vissza, mint amelyen rakott állapotban hozzánk érkezett. Ellenkező esetben az üres futás kártalanítását a MÁV-nak meg kell fizetnie. Gyakran előfordul, hogy felületességből az állomási bárcákkal együtt az átmeneti bárcákat is eltávolítják a kocsikról. A tolatás vezető ilyenkor nem tudja, hogy melyik útvonalon kell visszaküldeni a kocsit. Ha felületes, nem törődöm ember, akkor minden kérdezősködés nélkül besorolja a kocsit a legközelebbi vonatba. Így a kocsi az odameneti úttól eltérő más útvonalon tér vissza hazájába, és ezért a MÁV kártérítési díjat köteles fizetni. De ha a tolatás vezető tudja a kötelességét, akkor az átmeneti bárca nélküli üres kocsi visszaküldési útvonalára vonatkozólag utasítást kér az állomási kocsi intézőtől. Az állomási kocsi intéző a központi kocsi intézőségtől nyert rendelkezés alapján honossági bárcát állít ki. Az így kiállított honossági bárcát helyezik el a kocsin.
Ennek alapján a kocsi az odameneti útvonalán tér vissza Honos vasútjára. A kocsi kutatási rendelkezések pontos végrehajtása balesettől és anyagi kártól mentesíti a vasutat. Ez a távirat arról rendelkezik, hogy a 115.798 számú elsorozatú kocsit sürgősen kutatni kell, mert a kocsi kisiklott. Megtalálás esetén a kocsit ki kell sorozni, és a kocsi intézőségnek jelenteni kell. A távirász a kocsi kutatási táviratot beviszi a kocsi intézőhöz, aki abból egy-egy példányt eljuttat a kocsimesternek. Az átmenesztőnek, és a kocsi felírónak, akik azonban nem sokat törődnek a rendelkezéssel. Nem csoda tehát, ha nem veszik észre a keresett kocsit. A tovább engedett hibás kocsi a nyílt pályán kisiklik. Ez az eset is figyelmeztessen minden vasúti dolgozót a kocsi szolgálati munka rendelkezéseinek betartására, mert ezek az utasítások nem csak a vasút, hanem az egész népgazdaság szállítási feladatainak teljesítését szolgálják.